Sziasztok! Kellemes kedd délelőttet szeretnék kívánni nektek. Ma van a szabad napom, úgyhogy, mint tettem már rá említést, szeretnélek titeket elvinni egy kis kikapcsolódásra, amihez segítségünkre lesz ez a kicsi doboz, amit kinyitunk. Mi van itten? Mi van itten? Ezeket most szépen kiszedjük belőle, mert a lőtérre nem lehet bevinni Halo pointos lőszereket. Úgyhogy most ebből szépen így kipöcögtetjük a golyókat. Most szépen összegyűjtjük őket, és megnézzük, hogyan szuperál a kedvenc CZ-75-ösöm. Sziasztok! Itt ülünk a lélekvesztőbe, alias Burro, Samár, Honda. Sikerült megborotválkozzak, úgy nézek ki most, mint egy jól lakott napközis. És úton vagyunk a lőtérre. És ja, hát nem tudom, mennyire látszódik, csak itt pro menet közben kis baleset történt, és belenyírtam a hajamba itt oldalt, de jó, mert a szemüvegnek a szára szerintem pont ott van, mivel itt egyfolytában süt a nap, kivétel amikor nem, ezért majdnem mindig szemüveg van rajtam. Ha nem, akkor meg valamiféle fejfedő, vagy egy ilyen, vagy egy ilyen, vagy a kedvenc svájci sapkám, ami nem svájci, de sapka. Szóval elindulunk a lőtér felé, és jelentkezünk onnan. Alig várom a puffogtatást. Sziasztok! Na szóval, úton vagyunk. Mindjárt odaérünk, még egy pár piros lámpán keresztül kell menjünk. Mármint traffic lighton keresztül kell haladjunk, és szép lassan megérkezünk a lőtérre. Ez most zöldre váltott, amire rácsurgunk a következőre, az is zöldre vált. Úgyhogy pár perc, és jelentkezünk a puffogtatás helyszínéről. Közeledünk, és ha minden igaz, akkor a következő utca, ahol be kell menjünk, nem ez a Valerio, ez lesz az a Cohasset, nem ez a Runnymede, akkor a következő Runnymede, és ez a Cohasset. A Cohasset utcában található az én lövészklubom, aminek az a neve, hogy Target Range. Dolgok itt helyezkednek az autóban. Ez már csak ilyen. Itt van egy kocsi kerék nélkül. Ez valahol kikaptak mindent. És ha... igen. Jó helyen járunk. Megpróbálkozunk a benti parkolással. Ó, van egy csomó parkolóhely. És itt látható a Target Range. A Target Range. Előjáróba egy kis jogi dolgot elmondok nektek, legalitást követve a fegyver lőszer nélkül a csomagtartóba kell, hogy legyen mindvégig, aminek teljes mértékben eleget teszünk, úgyhogy most ezt leállítom és bemegyünk. Szóval, itt vagyunk, felrakjuk a célpontunkat. Are
Mivel nagyon régóta már nem voltunk lőni, ezért most elkezdünk ebből a távolságból. Right. Hoztam egy ilyen kós csigát is. Itt a fegyver. Itt a tár. És itt van a csodalátó szemüveg. Meg kell ilyenkor mindig nézni, hogy üres a cső, nincs benne semmi. És most betárazzuk. Az első törlet, ezt mindig egyszerű belerakni, lenyomod és belerakod. A második az már sokkal nehezebb, és a rugót feszítettél nehezebb. És az oldalán itt látjátok, hogy most van benne 5 darab. Ha itt lent kívül a töltény, akkor lesz benne 10. Mint látjátok, van a 10 darab. Megfogod, beleütöd, felhúzod, és most föl van húzva. Csőre van töltve. És belelőttem a szájába. Arcba. Ennyi volt 10. Mikor kifogy belőle a lőszer, akkor a szánkó megakad hátul, ilyenkor ki lehet venni ezzel a gombbal a tárat. Kiegyen, fegyvert le kell helyezni, minden újra felelni, és most megint felelni a bogyókat. The kind of that.
Az ott egy farkas hiba volt. Túlszorosan fogtam a ravaszt, és amikor visszarugózott, akkor elsült még egyszer. Na szóval, ennyi volt egy zacskó lőszer, még van
10 darab a tárba. Ez szuper volt, és örömmel értesítelek titeket, hogy a lövési képességeim több hosszú hónap kihagyás után se változtak. Még mindig bárkit hazabírok tenni.